Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Sok kicsi sokra megy, az ön 1%-a is segíthet. Ha szeretné, hogy több és változatosabb kulturális program legyen Kiskunhalason, akkor adóbevallása kitöltésekor gondoljon a Halasi Média és Kultúra Kft.-re. Köszönjük, hogy segíti munkánkat! Míg a Pornak és a Sárnak leaszfaltozták a Platán és a Halászcsárda utcákat. Már lerakták a térkőveket, újabb járdaszakasz újul meg Halas központjában. Az azénmentesítésről érdeklődnek, kínai környezetvédelmi szakemberek ismerkednek a helyi víztisztító eljárásokkal. Cirkuszlátogatásra voltak hivatalosak a gyerekek, élményt kaptak ajándékba a Bernát kollégium lakói. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió keddesti hírműsorát látják. Az előkészítő munka után ma már aszfaltoztak a Platán és a Halászcsárda utcákban. Lakossági kezdeményezésre valósultak meg az útépítések. A költségek felét az ott élők, a másik felét az önkormányzat vállalta. A Halászcsárda és a Platán utca lakói már várták, hogy aszfalt váltsa fel a korábbi földes utat, mely vagy poros, vagy sáros volt. Halason már több utca is épült lakosság és önkormányzati összefogással, illetve a közelmúltban is alakultak újabb úttársulatok. Már a térkövet is lerakták, felbontották a régi burkolatot és új járda épül a Városháza főbejárata mellett a parkoló szomszédságában. A városközpont megújításakor néhány járda nem szerepelt a projektben, így azok már nem illettek bele a centrum megújult arculatába. A városvezetés célkitűzése volt, hogy ezek a járdák is sorra kerüljenek. Vannak szakaszok, melyek már korábban elkészültek, és még hátra van a Halasi Áruház épülete körüli járda és a Táncsics utcai rész megújítása. Mindenre kíváncsiak voltak. Deng Xiaobing professzor vezetésével kínai környezetvédelmi szakemberek ismerkedtek a helyi víztisztító eljárásokkal a Kiskunsági Vízi Közmű Kft.-nél. Az arzénmentesítés iránt érdeklődtek leginkább, mint ismertes, évekkel korábban itt is problémát okozott mindez, ám időközben megépültek a tisztító telepek, így a lakosság már arzénmentesített vizet, fogyaszthat. Deng Xiaobing professzor és kísérője a Vizépszolg Kft. Laboratóriumából érkeztek a Kiskunvízhez. Mint Pap Zoltánné laborvezetőtől megtudtuk, egy nyári gyakorlatát náluk töltő és a professzorral tudományos kapcsolatban álló János Halmi egyetemistának köszönhető a látogatás. A kísérletükhöz helyet keresett a agyunktus úr, és akkor így jöttünk össze, illetve a Kiskunsági Vízi Közművel így alakult ki a kapcsolat. Ő korábban Budapest közeli településekről vitt vizet, amiből a kísérleteit végezhette, de mivel a vízminőségjavító program országosan többé-kevésbé megvalósult, tehát a ejektoros kutak, közkutak, amit ő elért, már arzénmentes vizet szolgáltattak. És akkor ő kereste a helyet, ahol még arzénes vizet talál, hogy kísérletét folytatni tudja, hisz ő a nagy doktoriához többek között ezt a témát is felhasználja. És akkor így került kapcsolatba agyunktus úr a laboratóriumunkkal. Deng professzor a Guangxi tartomány környezetvédelméért felelős főmérnöke. Térségükben leginkább a kadmium szennyezés miatt kell tisztítani a vizet, de több területen gondot okoz az arzén is. A helyi technológiákról elismerően nyilatkozott. Nagyon komoly az az infrastruktúra, amelyet itt láthatunk. Örülök, hogy tanulmányutunk során a vendéglátóink minden kérdésünkre válaszolnak, sokat tanulhatunk az itteni eljárásokból, térségünkben is nagyon nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem, kiemelten a vízbázis megóvása.
A kínai kutatóknak Szigeti Attila műszaki igazgató mutatta be a halasi víztisztító technológiákat. A szakember szerint a vas és az arzén itt nálunk már nem jelent gondot. Teljesen új a technológia, 3 éve üzemel, toppon van, a legmodernebb berendezések vannak beépítve, fordulatszámszabályzós szivattyúk, vegyszeradagolók. A technológia, már úgy mondom, az elve, az természetesen régi, mert ez, a kémia az nem nagyon változik, de a berendezés, a monitoring, a vízvizsgálatok, vagy az egész vezérlése, az korszerű, nincsen vele probléma, jól működik az egész berendezés, mi meg vagyunk vele elégedve. Szerdán reggel már 7 órától fogadják a szülőket, 2 napon keresztül tartanak Halason az óvodai és bölcsődei jelentkezések. Minden 3 éves gyermeket kötelező beíratni valamelyik óvodába, a felvételekről legkésőbb május 22-ig értesítik a szülőket. Élvezik a játékot az udvaron, a Szilárd János utcai óvodába járó gyerekek. Ez az intézmény, csak úgy, mint a város többi óvodája, készül a beiratkozásokra. Azokat a gyerekeket kötelező beiratni az óvodák valamelyikébe, akik 2012. szeptember 1-e és 2015. augusztus 31-e között születtek. Halas jegyzője is ennek a kötelezettségnek a betartását kéri az érintett szülőktől. A legfontosabb az az, hogy a beiratkozásnak a határideje az a holnapi és a holnap utáni nap. Ezt a 2 napot fontos betartani a szülőknek, ugyanis a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírása szerint minden szülőnek, akinek a gyermeke augusztus 31 napjáig betölti a 3. életévét, úgy azt be kell jelentenie, illetve be kell iratnia az óvodákba. Ez egy olyan kötelezettség, amelynek a szülőknek eleget kell tenniük, még abban az esetben is, amennyiben a gyermeküket külföldön iratták be, illetve kívánják beiratni óvodába. Tehát a bejelentési kötelezettség akkor is terheli a szülőket. Az óvodai jelentkezésekhez a gyermekek és a szülők okmányaira is szükség lesz. Természetesen a legfontosabb okmányokat kell, hogy magukkal vigyék, így a gyermekek személyazonosítóját, a személyazonosító jelét, amivel tudják igazolni, a lakcímkártyával lehetséges, ez ugyanúgy a lakcímet is igazolniuk kell. Amennyiben van már a gyermeknek személyigazolványa, azt is el kell vinniük magukkal, a tajkártyát, és ugyanezeket az okmányokat a szülők saját magukra nézve is el kell, hogy vigyék. Április 25-én és 26-án az óvodák reggel 7 és délután 5 óra között fogadják a jelentkezéseket. Halason az önkormányzati és az egyházi óvodákban is ekkor van a beiratkozás. Az nagyon fontos, hogy egy helyre iratkozzanak be a kedves szülők, valamint a városi fenntartású óvodáknál a fenntartónak a honlapján, a kiskunhalas.hu, www.kiskunhalas.hu honlapon megtekinthetők a városi fenntartású óvodák körzethatárai. A körzethatárok azt jelentik, hogy abba az óvodába kötelező fölvenni a gyermeket, ahová tartozik, és az egyházi óvodákban pedig körzet nélküli óvodák vannak. A szülők legkésőbb május 22-ig kapnak értesítést a felvételekről. Az eljárás végére minden kisgyermeknek megkeresik a megfelelő elhelyezést, hogy aztán szeptemberben el tudják kezdeni az óvodás éveiket. 25-én, 26-án beiratkoznak a kedves szülők, ezek után városi szinten egyeztetjük a gyermekek beiratkozását, hogy mindenki beiratkozottam. Ha véletlenül esetleg egy-két szülő elfelejtette, azokat megkeressük, felkutatjuk, és 2018. május 22-éig értesítjük ki legkésőbb a szülőket. Igyekszünk természetesen ezt minél hamarabb elvégezni, városi szinten egyeztetjük a létszámokat, és utána minél hamarabb a szülők tudomására hozzuk, hogy felvételt nyerte a kisgyermek abban az óvodába, ahova jelentkezett. Igyekszünk a szülőknek a kívánságait teljesíteni, abba az óvodába felvenni minden kedves szülőt, ahova jelentkezett, ugye természetesen lakóhely, munkahely, egyéb szempontokat is figyelembe véve, hogy a szülőknek és a gyerekeknek a legjobb választás legyen. Ilyen közelről még sohasem láttak elefántot. Cirkuszi látogatásra voltak hivatalosak a Bernát kollégium lakói. A gyerekeknek nagy élményt jelent ez az ajándék, hiszen közülük sokan eddig még nem jutott el cirkuszba. Az Ötvös Család és Társulata neves cirkuszművészekkel és nagy állatsereglettel érkezett Halasra. Sziasztok, sziasztok! Én Ötvös Dórán vagyok, a cirkusz igazgatója. Mint láthatjátok, ez lesz a sátornak a helyszíne, az árbolcok már állnak, erre fogjuk felhúzni a nagy sátrat, miután ki lesz feszítve, ez akkor lesz, mint ahogy látjátok, ezeket a cölöpöket leverve, körülbelül ekkora lesz a sátor,
bekerül az ülésrendszer, a fénytechnika, a hangtechnika, és már jöhet is az előadás. Élményt kaptak ajándékba a Halasi Bernát kollégium lakói. Az ötvös cirkusz látta őket vendégül, először még a sátor építésekor ismerkedhettek a gyerekek a cirkuszok világával, de az előadásra is meghívást kaptak. A kollégiumba általában tárgyi segítség szokott érkezni, így ritkaság számba megy, amikor élmény az ajándék. Nagyon nagy meglepetés ért bennünket ezzel a tiszteletteljes ajándékozással, és ahogy láthatjuk is, a gyerekek már nagyon élvezik, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a cirkusz vezetőségének, hogy holnap a 18 órás előadásra 60 gyermekkel eljöhetünk. Úgy van ez még nagyobb ajándék, mint a tárgyi ajándék, mert olyan élményt kapnak, amelyhez eddig nem juthattak hozzá. A gyerekeknek már az is óriási esemény volt, amikor közvetlen közelről nézhették meg a legelésző elefántot. Mit szólsz ahhoz, hogy cirkuszba jöttök? Jó lesz. Most mi az, amit meg tudtok nézni már így előre? Az elefántokat, meg az állatokat. Nekem nagyon tetszik ez az elefánt. Szép, nagy. Magam vicces, hogy letépte a fáról az egyik ágat. Olyan vicces volt. Gondolom, várod az előadást is? Igen, nagyon. Mit szólsz hozzá, hogy jöhettek majd a cirkuszba? Nagyon örülök. Egyszer voltam az egyik osztálytársammal, de az is nagyon tetszett, de most még jobban várom. A cirkusz csapata az idei évadban a tradíciókra és a generációk találkozására helyezi a hangsúlyt, aminek több oka is van. Egy kicsit tisztelgünk az ősök előtt, hisz idén 250 éves a modern cirkusz, a modern cirkuszművészet, mely Angliából indult, és a 98 éves ötvös cirkusz, Magyarország legrégebbi cirkuszaként, mi úgy gondoltuk, hogy nekünk mindenféleképpen tisztelegnünk kell ezelőtt a dátum előtt, illetve a 2018-as év a családok éve Magyarországon is, így a családok, a generációk, a nemzedékek előtt is tisztelgünk, és így lett Tradíciók és generációk a címe a műsorunknak, ami önmagában nem csak ennyit jelent, hanem annyit is, hogy azért több generáció lép fel a műsorban. A vendégségbe érkező gyerekek az előadáson is sok csodával szembesülhetnek. A világ számos pontjáról érkezett cirkuszművészek mellett a hatalmas állatsereglet is gondoskodik arról, hogy hetekig legyen miről beszélni a kollégiumban. A produkcióban az egzotikus állatok mellett háztáji jószágok is szerepelnek, melyekről nem is gondolná az ember, hogy ők is beidomíthatók. Az ötvös család tagjai a Halasi Média és Kultúra Kft. Közreműködésével ajándékozták meg a gyerekeket a cirkusz élményével. Nekünk a fő célunk az, hogy szórakoztassunk mindenkit. És ha vannak olyanok, akik nem tehetik meg, hogy eljöjjenek az ötvös cirkuszba, akkor mi megpróbálunk segíteni. Így jött ez a jótékonysági céllal kiadott darabszámú jegy, most nem tudom, azt hiszem 60-an jönnek el, hogy mindenféleképpen tudjanak ők is eljönni, ha másképp nem, de legalább így akkor eljönnek, megtekintetik az előadást, ők is érezhessék jól magukat, szórakoztassanak, kikapcsolódhassanak, ez nagyon fontos nekünk. Már a Csetényi Parkban fürödnek a bivajok. A néphagyomány szerint Szent György napján hajtották ki a legelőkre az állataikat a gazdák. Kiskunhalason ezt a hagyományt elevenítette fel Fehér Péter és a Vasvarjú Alapítvány. Bivajokat vásároltak. A cél az volt, hogy a jószágok lelegeljék, letapossák a Csetényi Parkban elburjánzott nádat és sást. Az állatok téli szálláshelye felső szálláson van, innen kell több kilométeren áthajtani a bivajokat a város túloldalára, a Semmelweis kórház mellé. A vonuló bivajokra sokan kíváncsiak voltak, a hajtók munkáját a mezei őrszolgálat és a rendőrség is segítette. A 10 bivaj kissé megfáradva, de boldogan rohantak be a parkban található karámmal körbekerített tóba. A tapasztalatok azt mutatják, a bivajok környezetbarát módon tisztítják ki a területet a növényzettől. Tavaly már kis bivajborjak is születtek, idén is legalább 2-3 szaporulat várható. További részletek a holnapi híradóban. Múzeumi esti zene, ezzel a címmel indított útjára Kiskunhalason egy új kulturális program sorozatot a Torma János Múzeum. A tervek szerint meghatározott időközönként egy-egy komoly zenei koncertnek ad majd otthont a Halasi Múzeum épülete. Most első alkalommal a hegedűjé volt a főszerep. Ábrahám Bence és Szecsődi Ferenc hegedűművészek szórakoztatták a publikumot közel 90 percen keresztül. A repertoárban ismert szerző klasszikus dallamai kaptak helyet. Amikor átadtuk tavaly novemberben ezt az új épületrészt, akkor legalább 3 cél lebegett a szemünk előtt, meg az ezt elgondolok terveiben szerepelt, hogy egyrészt, hogy legyen egy országos vagy európai szintű nagybányművészeti kiállítás,
másrészt adjon helyet az időszaki kiállító terem minden évben ősszel egy nagybányai őszitállatnak, és a díszterem az esküvőre, konferenciára, előadásokra és hát koncertre is alkalmas, ezért minden évben, gondolom tavasszal meg ősszel egy-egy színvonalas komolyzenei koncertet rendezünk, ma van az első. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör legfrissebb száma, benne a május havi program magazinnal. Alapbeszámol a legújabb lakossági útépítésről, amelynek köszönhetően két utca kapott aszfaltburkolatot. A Tükör megemlékezést közöl a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt halasi népzenészről, Vas Lórántról. Remek tanulmányi eredményeket értek el a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium diákjai, a részletekről a legfrissebb újságban olvashatnak. A heti portréban Kellnerné Marika mesél a kórházban eltöltött 44 évéről. És most egy-egy mondatban összegezzük a nap főbb híreit. Vége a pornak és a sávnak, leaszfaltozták a Platán és a Halászcsárda utcákat. Már lerakták a térköveket, újabb járdaszakasz újul meg Halas központjában. Az arzénmentesítésről érdeklődnek, kínai környezetvédelmi szakemberek ismerkednek a helyi víztisztító eljárásokkal. Cirkuszlátogatásra voltak hivatalosak a gyerekek, élményt kaptak ajándékba a Bernát kollégium lakói. A folytatásban jön az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaik. Ma a Kárpát-medencei prózafelolvasó versenyről mutatunk felvételeket. 7:30-tól pedig Tóth István várja önöket a sporthírekkel. Szia, milyen témákkal készültél, István? Szia, jó estét kívánok a kedves nézőknek! A torna, a Szertorna viszi a Prémet műsorunk, magazinunk legelején, mégpedig az országos fazekas, valamint a nemzetközi DKMT kupa apropóján. A folytatásban lesz kézilabda, mégpedig serdülő, ifjúsági és felnőtt is, valamint labdarúgás, mégpedig a Kölyök Liga, a megyei harmadosztályú bajnokság és a megyei elsőosztályú bajnokság kapcsán. Vendégünk Juhász Tibor lesz, akit újabb 4 évre ismét beválasztottak a Magyar Lovas Szövetség elnökségébe. Azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy 7:30-tól érdemes lesz velünk tartani. Köszönöm István önöknek is a figyelmet, holnap pedig ismét jövünk a friss hírekkel, várjuk önöket, akkor is a képernyők elé. Szép estét, viszontlátásra!